Sziasztok, én Keresztesi László vagyok, és ebben a videóban a Huawei a fényerejét le kellett vennem, mert amikor először csináltam az első próbafelvételt, maximálisra volt felrakva, és kb. Ennyi látszódik belőle. És így elég hülyén néz ki. Szóval néhány napja, pontosabban már több mint egy hete, a Bravofon Kft-től kaptam kölcsönbe a Huawei Mate 20 Pro-t, hogy teszteljem. És a saját tapasztalataimat szeretném nektek elmondani ebben a videóban. Ez nem egy mély teszt lesz, tehát itt most nem fog nézni különböző benchmarkokat, meg nem tudom miket szoktam még ilyenkor nézni, hanem én használtam, és elmondom, hogy én mit gondolok erről a telefonról. Ám mielőtt ebbe belekezdenénk, nekem itt kicsit elő kell készülődnöm a helyszínnel, be kell állítanom egy kamerát, fényekkel is valamit még csinálnom kell. Úgyhogy amíg én itt készülődök, ez egy pár percet igénybe vesz, és hogy addig se kelljen nektek várnotok. Egy részletet szeretnék nektek megmutatni a szerdai napomból, úgyhogy én nem sokára jövök, ti pedig élvezzétek a koncertet. Szóval kicsit sietősre kell fognom, mert késésben vagyok. Szóval most szerda este van, 3:47, és elvileg negyed óra múlva kellene a Papp László sportarénánál lennem. Ugyanis ma van a Honey Beast koncert. Azt tudni kell, hogy nem én vettem a jegyet, hanem ajándékba kaptam. Kedves kolléganőmtől. De legnagyobb baj az egészben, hogy lehet, hogy be se fogunk jutni. Mégpedig azért, mert a jegyet a Viagogo nevű oldalon vásárolta a kolléganőm. És a jegy megvásárlása után, képzeljétek el, robbant a bomba, hogy hát a Viagogo előszeretettel árul olyan jegyeket, olyan koncertekre jegyeket, amire igazából nem is tehetnék meg. Például, ha jól emlékszem, azt hiszem egy angliai Ed Sheeran koncertre is úgy adtak el jegyeket, hogy Ed Sheeran a környéken nem volt. Amit tudtak, a lányok azt megtettek, megkérdezték, hogy a jegyük érvényese. És azt mondták, hogy a jegyek érvényesek, viszont ez az oldal azt is csinálta, hogy egy-egyet többször eladott. Na szóval hát bízom benne, hogy bejutunk, és egy jó élmény lesz, ha meg nem jutunk be, akkor meg így jártunk. Az idióta is célba Á, itt vannak. Szia! Na most derül ki, hogy bejutunk-e. Ivet bejutott. Köszi. Bent vagyunk. És hussal is illant már, szálló lufi, mit vártál? Egy perc csak a bódottál, és emléké lett, cudar élet. És pont mikor megvolt már, ez van, kiakadnod kár. Ó, nem, de hogy álmodtál, és fuss el véle, és ennyi emberrel soha nem beszéltem, úgyhogy új egyéni rekordot állítottam fel. Két órás volt a koncert, elég hamar elment, megmondom őszintén, pozitívan csalódtam, nagyon jó koncert volt, na de most térjünk vissza a telefon bemutatóhoz.
Na, újra itt vagyok. Remélem, hogy élveztétek a koncertet. Hát itt az előkészülődés nem igazán sikerült úgy, ahogy elterveztem. Sokkal nehezebb így összehozni egy ilyen kis mini stúdiót. Úgyhogy igen, megmutatom nektek, vagyis nem, majd itt lesz egy kamera, és majd ebből a kamerából látjátok, hogy hát kb. Van egy lámpám, egy ilyen álló lámpám, azt szolgáltatja majd a fényt. Hát, kicsit ilyen fopados megoldás, de majd hát, ha a cégünknek a ledüzletága látva itt a szenvedésemet, majd megkönnyörül rajtam, és valahogy intéznek nekem egy nagyon jó lámpát, ami jó fényerőt ad majd itt a felvételekhez. És van egy ilyen kis komódom, ami az asztal fogja szolgáltatni, de hát ez az első ilyen videóm, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Amúgy sem ez a lényeg, hanem maga a telefon, amit na, már megint felment a fel. Ez egy live demo telefon, ilyen intro, vagy én nem tudom, minek mondják ezt, fut rajta. Egy csomó funkció nem elérhető így a telefonban, amit azért sajnálok, mert például az ülenyomot olvasót nem tudtam kipróbálni. És így megbolondul, és így automatikusan felviszi a fényerőt maximumra, és így mindig állítgatnom kell. Ja, és nem lehet kikapcsolni. Figyeljétek! Most fut ez a demo. Lenyomom, és rögtön elindul. És ez egy éjszaka rohadt idegesítő. Úgyhogy ki kellett kapcsolnom a telefont. Szóval egy kicsit beszéljünk a maga a tulajdonságairól. A telefon 6 giga RAM-mal érkezett meg hazánkba, 128 GB RAM-mal, amit lehet bővíteni, de szerintem nincs nagyon rá szükség, mert ugye vannak már mindenféle ilyen felhős tárhelyek, plusz ugye adatkábellel a gépre lehet menteni. És hát aki mondjuk 1 terabájtnyi videót tárol a telefonján, hát az meg is érdemli, hogyha mondjuk elvesznek az adatai. A kijelző az egy 6,39 colos OLED kijelző, felbontása 3120x1440, szóval a látványra nem lehet panaszunk, és hát a hangzásra sem lehet panasz, mert baromi jó szólnak a hangszórói. És nagyon durva, mert rendesen így érezni lehet rajta, hogy kiadja a basszust. Nagyon állat, tehát nem tudom, mennyire jön át telefonon. A hangzása az egyszerűen szuper, fantasztikus, nagyon jó. A processzor a legújabb Kirin 980-as 7 nanométeres fejlesztésű, ami 8 magos, van GPU gyorsítótára, van neurális chip is benne, meg minden ilyen franc karik, ami szükséges ahhoz, hogy ez egy jó kis telefon legyen. Android 9-szer jelent meg már gyárilag, az MIUI 9.0.0 felülettel, 4200 mAh-es akkumulátor található benne, amit fast charger-re lehet tölteni, szóval elég hamar fel lehet tölteni, és nagyon sokáig bírja az akkumulátora, tehát erre nincs panasz. Na, a kamera az igazán különleges. 3 lencse van benne, plusz egy ilyen LED villanó, négyzetbe helyezkedik el, na most jól összetapicskoltam. Szóval a kamerája az úgy néz ki, hogy van egy 40 megapixeles kamerája, f per 1.8-as rekeszértékkel, van egy 20 megapixeles, f per 2.2-es rekeszértékkel, és van egy 8 megapixeles kamerája, f per 2.4-es értékkel. Az előlapi kamera 24 megapixeles, f per 2.0-es rekeszértékkel. Engem igazából a telefonból a kamera része érdekelt, ugyanis én a videókat ezt egy P20 Lite-tal készítem, ami nagyon jó minőségű, kevés fénynél azért kompromisszumot kell kötni, de még csak kezdő vagyok ebbe az egész vlogolásba, úgyhogy szerintem nincs nagyon szükségem erősebb, jobb telefonra. És ha már
be is ruháznék egy jobb eszközre, akkor nem is biztos, hogy 320 ezer forintért vennék egy telefont. És összegezve a telefon az nagyon egybe van. Két dologba tudnék igazán belekötni ebbe a telefonba. Az egyik, nem, mindkettő szubjektív. Az első az, hogy a kamera elrendezés az nekem annyira nem jön be. Szerintem a P20-as szériánál sokkal jobban megoldották. Áthelyeztem, mert egy kicsit kényelmesebb nekem. Várjatok, beállít. És szoktam kell ezt a kütyüt. Szóval az árazása. Ez a telefon most körülbelül 320 ezer forintba kerül. És ha lenne nekem 320 ezer forintom, azt nem a Mate 20 Pro-ra költeném, sőt egyik telefonra sem költeném, mert nem ér annyit. Tehát, hogyha valaki videózni akar, ne 320 ezer forintért vegyen egy telefont, hanem vegyen mondjuk 200 ezer forintért egy nagyon jó fényképezőgépet, amivel gyönyörű videókat lehet csinálni, és az a fényképezőgép mégis tükörreflexes, na, szóval az a fényképezőgép tükörreflexes, amivel nagyon jó képeket lehet csinálni, ennél is jobbat. Az én véleményem az, hogy ha sok pénzem van, akkor nem egy nagy dolgot veszek, hanem több kicsit. Tehát mondjuk vennék 200 ezer forintért egy nagyon jó fényképezőgépet, meg vennék 100 ezer forintért egy középkategóriás telefont, mint például az én P20 Lite-om, amivel a videók is készülnek, és nincs többre szükség. De ha valaki mondjuk kicsit jobb minőségű fényképeket szeretne készíteni a telefonjánál, akkor is vannak opciók, mert ott van mondjuk a P20 Pro, amit már ilyen 210-220 ezerért meg lehet venni, tehát 100 ezer forinttal olcsóbban, és abban is Leica kamera van. Szóval a Mate 20 Pro egy nagyon jó telefon, jól összerakták, minden benne van, aminek lennie kell, de nem ér szerintem 320 ezer forintot, de ezt az összes telefonra mondhatnám. Na hát én telefonról nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Tudom, hogy nem egy nagyon összetett videó volt ez, tehát nem sikerült olyan szépen felépítenem. Az az igazság, azt gondoltam, hogy egy telefon bemutató sokkal könnyebb, de nem. Úgyhogy még erre edzenem kell. Idővel remélem, hogy olyan minőségű tech videókat tudok majd készíteni, amit elvártok és megérdemeltek. Lehet, hogy nem a tech videók lesznek a csatorna legjobb minőségű anyagai. Már ennyi lett volna. Mivel ezt az adást sikerült hétköznap felvennem, így lesz időm vasárnap forgatni egy újabb részt, és valamikor a jövő hét elején újra találkozunk. Sziasztok!